A topolyai községben a vége felé közeledik a napraforgó betakarítása. Az idén nem volt hiány csapadékból, így az őszi növénykultúrák szép hozammal kecsegtetnek. Az átlagostól nagyobb hozamok lettek, tehát azt jelenti mondani, hogy körülbelül az a 20 mázsától 30 mázsáig ment holdonként, tehát az azt jelenti mondani, hogy az elmúlt évekhöz képest talán az idén a napraforgó lesz a rekorder, ami a hozamokat illeti. Az olajtartalma nagyon jó neki. A kishegyesi és a topolyai község mezőgazdasági földterületeinek mintegy felén termesztenek az idén kukoricát. A tengeri ezúttal nem termett olyan jól, mint az előző években. Azok a termelők, akik körülbelül az április 20-áig elvetették, elütették a kukoricát, azoknál elég jó hozamok fognak lenni, viszont akik később ütették el, tehát azoknál problémák lesznek. Tehát ami a hozamcsökkenést illeti a kukoricára, körülbelül az a 30%-ra számítunk, tehát ennyivel kevesebb lesznek a hozamok. De nekem fel a termése lett meg. Jég is everte, meleg is megfogta, ha bár időbe állett a fő, tiszta, nem mondhatom, hogy piszkos földem volna, mert tiszta földem van. A napraforgó felvásárlási ára 30 dinár, a kukoricáé 15,5 dinár kilogrammonként. A szakemberek azt tanácsolják a termelőknek, hogy amennyiben tehetik, még egy ideig tárolják a tengerét, mert később valószínűleg magasabb áron értékesíthetik majd.